Sziasztok! A mai videó egy hol videó lesz, méghozzá azokat a szerzeményeimet fogom nektek megmutatni, amiket így a téli leárazás során vásároltam, és igazából az összeset online rendeltem. Viszont minden nagyon-nagyon tetszik, és alig várom, hogy ezekkel készítsek nektek outfit posztokat, ugyanis Instán írtam nektek, hogy szeretnék idén több outfit posztot készíteni. Jött rá igény is, meg most emiatt a stílusváltásom miatt is szeretnék több ilyesfajta képet kitenni nektek, úgyhogy remélem, hogy nem bánjátok, és élvezni fogjátok, és akkor nézzük, hogy miket vásároltam nagyon szuper áron. Kezdem a Zarával, mert onnan csak egy dolog van. A gyerekosztályról vettem a legnagyobb méretben egy ilyen inget, aminek kapucnia is van. Igaziból azt gondolom, hogy picit vastagabb lesz, tehát kicsit ilyen kabát jellegűbb, de ez abszolút ing jellegű, csak van kapucnia is. De semmi probléma, nyilván azért így is fogom tudni használni meg minden, csak mondjuk most így a téli időre nem lesz elég mondjuk egy oversized póló és ez, hanem azért arra még kell egy kabát is, de majd tavasszal, meg ősszel viszont szuper lesz így magába is, és hát szerettem volna egy ilyen oversized ink jacky féleséget, és végül is ez teljesen megfelel nekem annak, úgyhogy nagyon örülök neki. Ez 3990 forintra volt leárazva, vagy van még mindig leárazva a Zara weboldalon. Nem tudom, hogy mikor fog felkerülni ez a videó, de igyekszem minél előbb megcsinálni, hogy még ti is akár be tudjatok szerezni párat ezek közül, a leárazott termékek közül. És akkor térjünk is át az H&M-re. Van itt elsősorban egy leopárd mintás ruha. Őszintén szólva én csak egy szoknyát szerettem volna, de egyszerűen a szoknyákból nem találtam olyat, ami jó lenne rám. Ugye elég alacsony vagyok, 154 centi, tehát a felnőtt osztályon egy hosszú szoknya az én nekem leír a földig. A gyerekosztályon pedig nem találtam ilyesmit, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy egy ilyen ruhát fogok megvenni, hát most tök mindegy. Ennek az eleje az ilyen kicsit kivágott, majd látni fogjátok itt a bevágott felvételeken, és azért szerettem volna egy ilyet, mert nagyon-nagyon tetszik az, amikor egy ilyen kicsit mintás, hosszú szoknyára vesznek fel oversized kötött pulóvert. És most én is ebbe vagyok, úgyhogy vettem kötött pulóvereket is. Ez szintén 4000 forintra volt leárazva az H&M-ben. Amire még mindenképp szükségem volt, és egy basic darab, és soha nem volt a ruhatáromban, az egy ilyen fehér, sima, vékonyabb anyagú garbó felső. Ezt az oversized pólóim alá, vagy akár a sima pólóim alá szeretném felvenni. Rendeltem Amazonra most egy Eminemes oversized pólót, és nagyon várom, hogy megérkezzen. És hát ahhoz vásároltam be egyébként ezt is, illetve a Zarából az inget is, szerintem azok tök jól fognak menni egymáshoz. Ennek tulajdonképp csak ez a története, hogy így télen egy plusz réteg legyen a póló alatt. Ez nem volt leárazva, de basic darab, szóval 3000 forint körül volt, és nagyon jó anyaga van egyébként. 1000 forint körüli összegért vettem ezt a pólót. A maga nemében azért ez egy basic árnyalat, az én ruhatáromban legalábbis, ettől az árnyalattól nem szeretnék annyira megválni. XXS-es méret, szóval tökéletesen passzol rám, semmi extra nincsen benne, ezért tetszett kivételesen meg. Aztán van egy darab, ami kicsit azért kétséges, hogy belefér ebbe a váltásba, de mégis megvettem, mert le volt árazva. Nem emlékszem most pontosan, hogy mennyi volt, 3 és 4000 forint körüli összegbe került ez a pulóver. Nagyon szép krémszíne van, igazából ezt tetszett meg benne annyira, és Mickey egér van rányomtatva, ilyen fényes rose gold nyomtatással. Én ezt LS méretben rendeltem meg, hogy oversized legyen nekem, de természetesen van SS méretben is, aki úgy szeretné, de szeretem, hogyha a pulóverek azok ilyen kicsit lazák rajtam. Meglátjuk, hogy mennyit fogom hordani, de szerintem annyiért, amennyibe került, nagyon jó kis befektetés volt. És akkor jöjjenek a kötött dolgok. Van itt egy kötött garbós pulóver, ugye most ezekre tökre ráálltam. Régen is szerettem őket, anyukámtól kaptam egyet tavaly előtt volt, egy szürkét, és azt annyira nagyon szeretem, hogy mindenképpen szerettem volna még több árnyalatot beszerezni belőle, és így esett a választásom erre, ami igazából online barnámnak tűnt, mint most így élőben. Kamerán keresztül nem tudom, hogy milyennek fogjátok látni, de élőben egy picit ennek is ilyen világos, rózsaszínes, májvás beütése van, amit szerettem volna egyébként elkerülni, tehát tényleg erre a bézs-barnára mentem. Hát nem igazán jött be, nem pont olyan a színe, mint amilyet elképzeltem, de ennek ellenére egy nagyon jó kis pulóver, és biztosan fogom hordani, csak ennek most így kivételesen becsapós volt valahogy a színe online. Ez szintén 4500
forintba került. Valahol a körül. Ne haragudjatok, hogy nem emlékszek az árakra, de ezzel most elfelejtettem felkészülni. És akkor az utolsó darab az H&M-ből, az szintén egy ilyen kötött garbós dolog, viszont ez nem egy pulóver, hanem egy ruha gyakorlatilag, tehát egy pulóver ruha. Nagyon régóta vágytam egy ilyenre. Ha szoktátok nézni a haul videóimat, akkor tudjátok, hogy van egy ilyen pulóver ruhám, világosabb, rózsaszínes, korallos árnyalatban, az nem garbós, de hát az azért elég tavaszias öltözék, és hát télire is szerettem volna egy hasonlót, úgyhogy ezért választottam ezt. Ez szintén 4 és 5 ezer forint között volt valahol. Ennek a mérete XS-es, és tökéletesen jó rám. Nem túl hosszú, nem túl rövid, úgyhogy ha ti is alacsonyak vagytok, akkor mindenképp az XS-es méretre menjetek. Az előző pulóver egyébként M-es volt, de csak M-es volt már belőle. Az üzletekben meg egyáltalán nem találtam, úgyhogy végül az M-es mellett döntöttem. De mondom, engem nem szokott zavarni, hogyha egy picit ilyen lazább rajtam a pulóver, és annyira nem vészesen nagy, úgyhogy az is szuper. És akkor térjünk át az ASOS-ra, mert hát onnan is bejött egy-két dolog. Kezdjük egy cipővel, illetve egy bakancsal, ami úristen, annyira jó. Nagyon régóta nézegettem már a Martens bakancsokat, és ez a darab nagyon régóta ott volt a kívánság listámon, ASOS-on, mert hogy le volt akciózva 50%-kal, de valahogy az elején letettem róla, és végül nem vettem meg, aztán el is fogyott az én méretemben, 36-os méretben. Nyilvánvalóan, amikor elfogyott, akkor jöttem rá, hogy már pedig nekem ez kellett volna, és nagyon nagy szerencsém volt, mert pár napra rájött az értesítés, hogy újra van egy darab 36-os, szóval azonnal megrendeltem. És hát 50%-os leárazással úgy gondolom, hogy nagyon megérte egy Martens bakancs. Nem mondom azt, hogy így hiperolcsó volt, mert így is azért elkérték az árát, de mégiscsak 50%. És igazából tetszik is nekem az, hogy ilyen szegecses mintázat van rajta. Ez a fehér ilyen fura szegély, ez így nem a kedvencem, de így összességében szerintem tök jól néz ki a cipő, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és mindenhez, amit az előbb mutattam, ruhadarabok, nagyon szuperül megy, úgyhogy Jolly Joker. Szintén egy olyan dolog, amivel már nagyon régóta szemezgettem, és többször kiraktam a kosaramból ASOS-on, az ez a North Face-es hiper, szuper, puha, meleg pulóver. Ezt se vettem volna meg semmiképpen teljes áron, viszont fél áron tudtam, azt hiszem, ha jól emlékszem, ehhez is hozzájutni. Úgy meg igazán megérte, mert nagyon-nagyon meleg. Én forgatásokon szoktam dolgozni, ezt tudhatjátok, hogyha követtek Instán, és hát azért így a téli napokon, meg a téli éjszakákon, ha úgy van, hogy nagyon hideg szokott lenni, és minden plusz meleg réteg nagyon jól jön. És hát a North Face-t ugye nem kell bemutatnom senkinek, egy szuper márka, nagyon szeretem, van cipőm is tőlük, meg sálom, meg kesztyűm, meg mindenem, én nagyon bízok bennük, tényleg nekem abszolút beváltak, hogyha hidegről van szó, úgyhogy ezt is megvettem, és nagyon tetszik az árnyalata, ilyen krém színe van ennek is, vagy tört fehér talán, iszonyú puha, nagyon-nagyon kényelmes, és belül is abszolút végig mindenhol szőrös, tehát nem csak a külseje. És akkor még kettő póló van itt, mind a kettő a Santa Cruz márkától, és gyakorlatilag mind a kettő ugyanolyan, csak más-más színű. Igen, az egyik fekete, a másik pedig fehér. Van elől itt egy kis szív Santa Cruz felirattal, és hátul egy nagy szív Santa Cruz felirattal, ugye itt látjátok, ilyen pasztelebb színek vannak, a fehéren viszont már ilyen élénkebb színnel van ez megoldva. Nagyon szerettem volna már a Santa Cruz márkától is valamit, úgyhogy ez a két póló éppen kapóra jött, és külön tetszik, hogy kisméretűek, tehát nem oversized. Ez mind a kettő 6-os méret egyébként, tehát a lehető legkisebb, amit rendelni lehet az oldalról. És amikor én megrendeltem, azt hittem, hogy ezek ilyen oversized pólók lesznek, hiszen mégis egy gördeszkás márka, ugye az általában azért oversized termékeket gyárt, de nagyon kellemes meglepetés volt, hogy ilyen kisméretű a póló, tehát tökéletesen passzol rám. Van rajtuk azért egy kis minta, na mindegy, de azért úgy gondolom, hogy visszafogottabb darabok. Tehát nem feltétlenül olyanok, mint amilyenektől mostanában így megváltam, mert úgy gondoltam, hogy egy 27 évesnek ne legyen a szekrényében olyan ruhadarab. Ha gondoljátok, akkor egyébként nézzétek meg az Instámat, mert tényleg egy csomó mindent eladok most, ugye sminkeket amúgy is szoktam eladogatni, de most így ezáltal a ruháimból is nagyon sok mindent meg tudtok vásárolni, ha tetszik nektek. Igen, jelenleg más ruhában vagyok, más minkel, tök máshogy, bár igyekeztem kicsit hasonlóra alkotni magamat, de
nincs mit szépíteni ezen, elfelejtettem a szépségápolási, vagyis hát inkább a smink termékeket megmutatni a múltkori felvételnél, úgyhogy ezt most pótolom, és hát ilyen módon tudom ezt megtenni nektek. Nyilvánvalóan az akció keretein belül a sminkes oldalakat is nézegettem, és hát én is rendeltem ezt-azt. Nem olyan sok mindent, de azért szeretném ezt nektek megmutatni, úgyhogy akkor nézzük. A Chess Sephora-ból rendeltem egy Too Faced Hot Buttered Rum palettát. Már akkor kinéztem, amíg én Amerikában voltam, viszont nem lehetett kapni a Sephora-ban, így nem tudtam beszerezni. És hát ez a paletta így néz neki belülről, leginkább az őszi idő jut róla eszembe, de abszolút mindennapos színek találhatók meg benne. Nagyon tetszik ez a mustársárga, illetve ez az ilyen téglás burgundis árnyalat, főleg a kettő együtt nagyon jól néz ki, bár tény is való, hogy ennél ősziesebb színösszeállítást nehezen tudnék találni. Jó minőségű, kicsi, könnyű vele utazni, és fém csomagolása van, úgyhogy ezért külön jó az utazásokhoz. A Colourpop oldalát is megnéztem, ugyanis náluk is kinéztem egy palettát, méghozzá a Going Coconuts palettát. Teljesen semleges, mindennapi, barnás árnyalatok vannak benne, amiket én nagyon szeretek. Ugye több ilyen palettám is van már, de hát ezt még mindenképp szerettem volna beszerezni. Ez az első és eddig egyetlen Colourpop palettám, szóval ezért is éreztem a vágyat a megvásárlására. Imádom. Imádom. Ha valamit ajánlhatok, akkor az ez a paletta. Ezzel nem nagyon lehet mellé lőni. Szerintem egy ilyenre minden olyan embernek szüksége van, aki szeret sminkelni. Van benne egyébként 4 darab matt árnyalat, 3 ilyen metálos, nagyon durván fényes, és 2 olyan, amiben ilyen kis mini csillámok találhatók. Ez is nagyon kompakt, van benne egy jó nagy tükör is, és megint csak utazáshoz tök jól tud jönni. Ahova még benéztem, az a Tarte oldala volt, ugyanis Amerikában vettem egy mini ajakolajat, ami nagyon-nagyon bejött nekem, és szerettem volna megrendelni a nagy verzióját is, és hát meg is tettem. A Tarte oldaláról ugye akkor érdemes rendelni, hogyha ingyenes szállítás van, és akkora mázlin volt, hogy nem csak ingyenes szállítás volt, de hogyha 2 terméket vettél, akkor a másik terméknek lejött az 50%-a. Úgyhogy hát így 2 terméket vettem. Az egyik az a korábban említett ajakolaja, a Fresh Pressed árnyalatban. Iszonyatosan ráfügtem erre az ajakolajra, ez az első, amit kipróbáltam, de nagyon tetszik ez a fajta ajaktermék, és ennek az illata is nagyon szuper, tényleg jól hidratál, és tetszik, hogy igaziból csak ilyen fényt ad az ajkaknak, viszont nagyon erős fényt. Ennek nagyon-nagyon örülök, hogy be tudtam szerezni, ez volt egyébként féláron, mert hogy a másik termék, amit rendeltem, az egy picit drágább volt ennél, és akkor nyilván azért az olcsóbb volt féláron. Ez pedig a Shape Tape korrektor. Nem nagyon volt rá szükségem, mert elég sok korrektorom van most, amit épp használok, de annyira jó ez a korrektor, hogy szerettem volna újra használni. Azért már elég rég fogyott el az előző tubusom, és tényleg nagyon szerettem. Ezzel bármit ki lehet javítani, mindenre jó, jó fedésű, könnyen eldolgozható, lágy állagú, stb. Biztos ismeritek, úgyhogy nem is mondok róla többet. Úgyhogy ez is becsúszott így a kosaramba, és akkor ez a 2 termék landolt nálam. És ha már később veszem fel ezt a részt, akkor megmutatnék nektek még 2 palettát, amit a Chess Sephora-ból rendeltem, és szintén akciósan, úgyhogy végül is tökre passzol is ebbe a videóba. Ez pedig a Fenty Beauty-nak a Snap Shadows nevezetű szemfesték palettái. Először is az a különlegesség ezeknek a palettáknak, hogy egybe pattinthatók, és már is 2 palettából egyet kapunk, ami megint csak egyébként utazáshoz nagyon hasznos lehet. Na de akkor maguk a paletták, nekem az 5-ös és a 7-es verzió van meg. Megrendeltem az 1-eset is, viszont ugye közben megérkezett a Colourpop-os Going Coconuts palettám is, és azt jobban szeretem. Ezekből az 1-es a szintén ilyen neutrális barna árnyalatokat tartalmaz, így ezáltal rájöttem, hogy arra nincs szükségem. Úgyhogy maradt az 5-ös és a 7-es. Az 5-ös az egy nagyon szép barackos árnyalatokat tartalmazó paletta, ezekben is van egyébként tükör, abszolút kompakt és táskabarát kis paletta. Az árnyalatnak a neve egyébként a Peach, meglepő módon. A 7-es az pedig a Cadet árnyalat, amiben katonásabb árnyalatú színek találhatók, tehát itt is van egy ilyen jó kis mustársárga féleség, bár inkább ez zöldebb tónusú, mint ami a Too Faced-ben volt, úgyhogy örülök, mert nem ugyanolyan. Aztán itt van ez a nagyon szép méreg sötét zöld,
meg ez a különleges fényes árnyalat, ebben 4 matt és 2 fényes árnyalat van, a másikban 3 matt és 3 fényes. Úgyhogy tök jól föl vannak osztva ezek a paletták, nagyon szeretem őket. És akkor most térjünk vissza a múltkori felvételre. És hát ennyi lett volna az, amit én a leárazások során vásároltam. Nagyon jól jött, hogy így most határoztam el ténylegesen magam emellett a stílusváltás mellett, mert hát így azért jóval olcsóbban be tudtam szerezni rengeteg cuccot, és nagyon örülök mindegyiknek. Ha bármivel kapcsolatban kérdésetek van, akkor azt nyugodtan tegyétek fel lent a kommentek között. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó és hasznos volt. Természetesen mindenhez, amihez csak tudok, le fogok rakni linket az infoboxba. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, a legközelebbiben találkozunk, addig is sziasztok!